Egy dolog azonban biztos, hogy jó okunk van arra, hogy megdöbbenjünk. Tehát ez nem egy bonyolult ügy, nem szabad, bár titkos szolgálati kifejezések is fölbuknak, nem szabad misztifikálni vagy túlbonyolítani. A helyzet egyszerű. Az a helyzet, hogy a magyarországi választást megelőző időszakban, sőt úgy tűnik, hogy még a választás után is, a magyarok bizalmát kérő politikai pártok egy részét, a baloldali pártokat és azok vezetőit külföldről fizették. Talán fizetik is.